Sziasztok! Egy Mercedes S-osztályban ülök, egy 2003-as évjáratú W220-as S-osztályban, egy olyan autóban, ami biztos, hogy az S-osztályok közül a leginkább megosztó és a legkevésbé szeretett is. Ez egészen bizonyosan nem véletlen, de ma már ennek az autónak a megítélése annyira mélyen van, ami szerintem nem teljesen indokolt. Itt most ez a példány, amiben ülök, egy szinte teljesen alap, belépő dízelmotoros 320 CDI kivitel. Nem biztos, hogy annyira élhetetlen és fenntarthatatlan egy ilyen autó, hogyha egy megfelelően karbantartott példányt ki tud fogni az ember, úgyhogy nem is húznám az időt, kezdjünk bele! Ez a videó az Eneos Motorolaj támogatásával jött létre. Importőre a Szakálmetál. 98-ban mutatták be a 220-as S-osztályt. Mindenki ismeri nagyjából, hogy a 140-es bálnát váltotta, azt az autót, ami ott a 90-es években meghatározta a Mercedes-t, tehát tényleg egy őrülten karakteres tank volt, amit nem nagyon kellett sehol bemutatni. Ehhez képest ez a 220-as egy sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal puhább autó lett, de hogy miért, az szerintem elég izgalmas. Szintén nagyjából ilyen köztudott tényként van kezelve, hogy ebben az időben jött az a korszak a Mercedesnél, hogy vissza kellett fogni a költségeket, nagyobb haszont kellett elérni az autókon, és elkezdték olcsósítani, kevésbé tökéletesre készíteni az autókat. Ez tulajdonképpen ilyen tényként van kezelve, de én azért próbáltam ennek utána nézni, hogy ez miért volt, és tényleg így volt-e. Az biztos, hogy a Mercedesnek 1995-ig, illetve a Daimler csoportnak egy olyan vezetője volt, aki úgy tekintett erre a cégcsoportra, hogy ezen belül az autógyártás az egy elem arra, hogy minden mással is tudjon foglalkozni a cégcsoport. Ilyen globális tech cégeket vett például a Daimler csoport. Ezt csak azért mondom el, mert szerintem tök érdekes párhuzam van akár a mai autóipari trendekkel is, nyilván itt elsőre a Tesla jut mindenkinek eszébe, de hogy akkor a Daimler csoportot kicsit egy ilyen globálisabb tech és autógyártó cégcsoport felé vitte a vezetője, viszont 95-ben leváltották, mert pénzügyileg akkor a Mercedes nem volt már sikeres, és így érkezett Jürgen Schramm a cégcsoport élére, aki sokkal inkább egy ilyen autózós szemszögből érkezett, viszont egy haszonorientált szemszögből is. Tehát 96-ban a board meetingen elhangzott az, hogy 12%-ra kell emelni a haszonkulcsot, ami jóval nagyobb volt, mint az azt megelőző. És ez azért izgalmas, mert akkor ennek az autónak a fejlesztése már bőven folyt, és akkor jött ez a filozófia, hogy igen, vissza kell fogni a költségeket, de közben ennek az autónak már nagyon-nagyon sok újdonságot is tartalmaznia kellett is, és nagyon innovatívnak kellett lenni, mert ekkor már megérkezett egyrészt a D2-es A8-as Audi és az E38-as 7-es BMW. Ezek a 140-es bálnát teljesen átugrották technológiában. Lehet, hogy ma már nem tekintünk ezekre az autókra úgy, hogy egyébként akár jobbak, frissebbek voltak, mint egy 140-es bálna, de technológiában mindenképpen így volt. Motorkínálatban is, beltér extrákban is, egy E38 a bálnához képest egy szerintem 5-10 évvel frissebb forma volt, pedig egyébként időben nem volt akkora különbség köztük, úgyhogy ennyiben oda kellett tennie magát a Mercedesnek, itt a 220-asnál, de közben azzal a mindsettel, hogy a költségeket is meg kell fogni, ami eredményezte valószínűleg azt, hogy valóban rengeteg technikai újdonság érkezett a 220-asba, ezt nem lehet vitatni, de közben ez már annyi minden volt, amit valószínűleg, főleg ezzel a gondolkodással és ezzel a spórolással, spórolós mentalitással már nem lehetett elég tartósra megcsinálni, és főleg egyébként a ráncfelvarrás előtti autóknál tényleg már az első években rengeteg visszahívás és rengeteg nyilvánosan is ismert problémája lett ennek az autónak, ami a Mercedesre nagyon-nagyon messze nem volt jellemző. De milyen újdonságokat kapott az autó, mert azért ezt érdekes átnézni. Egyrészt, ami tényleg talán a legtovább élt is ilyen meghatározó elem volt, a Command rendszer, ez az ilyen infotainment rendszer szerű, ma ezt mondanánk talán rá, ez a középső kijelző, ami navigációt tudott, ugye rádiót lehetett innen vezérelni, telefont, és az, hogy egy ilyen
középső kijelző legyen, amit gombokkal tud így kezelni az ember, azért ez akkor nem volt annyira gyakori, viszont nem sokkal később megjelent a BMW iDrive rendszere, ugye az E65-ös 7-esben, ami ezt is természetesen nagyon messze átlépte, úgyhogy azért abban az időben technikai újdonságok nagyon-nagyon gyors ütemben érkeztek, de azért ezt a Mercedes, illetve ennek egy továbbfejlesztett változatát, vagy továbbfejlesztett változatait ugye nagyon sokáig használta. Ezentúl az egyik legismertebb extra természetesen a távolságtartó tempomat, a Distronic, ez ugye ebben az autóban jelent meg sorozatgyártású autók közt, ez tényleg nagyon-nagyon komoly extra lehetett 98-ban, és az az elképesztő, hogy ebben az autóban nincsen, de egyébként ez jól működik a mai napig, hogyha nyilván egyébként működik egy-egy adott típusban, de ahogy működik, az finom, és tényleg jól teszi a dolgát, tehát igazából azt a szintet hozza, mint ma mondjuk egy ilyen középkategóriás radaros tempomat, egy középkategóriás autóban lévő ilyen radaros tempomat, ami szerintem elképesztő. Ezen kívül a ráncfelvárás után már elérhető volt a pre-safe funkció, ami egy ilyen vészfékasszisztens, ez is tulajdonképpen egyedülálló volt abban az időben, illetve természetesen a légrugós rendszer, ami mindenképpen egy sarkalatos pontja ennek az autónak, és talán a rozsdásodás mellett az egyik legismertebb ilyen hibaforrás, hiba jelenség, amit ezzel az autóval asszociációba került. A rozsdásodás az szintén egy ugye köztudott tény, hogy ebből az időből származó Mercedesek szinte mind rozsdásodnak. Van ugye ezzel kapcsolatban ez a vízbázisú festéket használtak, és ez ezért volt, ez egyébként tény, tehát 93-tól már vízbázisú festéket használtak, és elméletileg ugye ez volt az egyik okozója. Nyilván ezt én nem tudom, és több mindent is lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Tény, hogy főleg egyébként itt a 220-asoknál a ráncfelvárás előtt nagyon komoly rozsdásodási gonddal küzdenek, illetve küzdöttek ezek az autók. De nézzük egy picit körbe a belteret, mert ez még így 20x év távlatából is izgalmas. Itt baloldalon, illetve nekem baloldalon az ülésnek a vezérlője, az ajtón természetesen, ahogy a Mercedesnél ez ebben az időben is már volt, de természetesen ez memória funkciót is tud, illetve fűtést, ülésfűtést is, szellőztetést is. Ami érdekes, itt a vészvillogó gombja mellett a légrugós rendszernek van kettő állítója, egyrészt a magasságot lehet állítani, illetve lehet emelni az autót, ugye ez tényleg elég látványosan meg is emeli, mellette pedig a csillapítás keménységét lehet kettő állásban állítani. Egy puhább, illetve egy még keményebb opció van. Nem számítottam rá, de ez tényleg változtatja a karakterét. Sokkal feszesebb lesz, de egyébként sebesség függvényében, tehát ha jól tudom, az első állás 130-nál, a második állás 180 km/h automatikusan bekapcsol, és ugye így biztonságosabb, feszesebb lesz az autó magas sebességnél is. Egyébként olvastam, hogy annó a 140-esnél is szerették volna már megcsinálni ezt a légrugós rendszert, de ott még az túl nagy falat volt, és végül itt a 220-asnál valósult meg. Én Bálnából, a 140-esből nem vezettem olyan nagyon-nagyon hibátlan példányokat, de ez az autó, amiben több mint 350 ezer kilométer van, sokkal-sokkal szebben fut, mint bármilyen Bálna, amiben eddig ültem, sőt, egyébként ilyen szempontból elképesztő is. Tehát ez egy egyébként teljesen kulturált, sőt, igazából átlag feletti állapotú 220-as szerintem. Így a külsejét és a belterét tekintve biztos, de egyébként mechanikailag is. De azért természetesen egy, hát most már lassan 20 éves autó, amiben rengeteg kilométer van, de úgy fut, hogy ezt még rengeteg mai minimum középkategóriás autó is megirigyelni. Felszereltségben, amit itt elmondtam, szerintem egyébként nagyjából az alapfelszereltség része volt újonnan. Tehát itt például hátul semmi különleges funkció nincsen, nem lehet motorosan állítani a hátsó üléspadot, nincsen elektromos roló, semmi ilyesmi, és egyébként is tényleg ez egy ilyen egészen puritán kivitel. Itt az autó tulajdonos Ádám, akinek köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kipróbáltam a 220-asát, már itt sajnálkozott, hogy bocsánat, de hát ez egy alap kivitel, azért így is tényleg nagyon-nagyon tisztességes a felszereltsége. Hátra nyilván egyébként lehetett kérni akár a hűtőszekrényt is, hosszított tengelytávú kiviteleknél volt főleg, gondolom, ez opció. Viszont, ami itt is izgalmas, hogy a könyöklőnek a jobb oldalán ki lehet itt nyitni egy telefont. Ez persze nem
annyira nagy funkció ebből az időből származó autóknál, azért ez egy létező extra volt, sőt már a 140-esben is biztos, hogy lehetett valamilyen fajta telefont kérni, de ez itt egy Nokia 6310i. Ugye az ebből az időből származó leginkább klasszikus Nokia üzleti telefon, ez zseniális, és működik. SIM-kártya ugyan most ebben a konkrét darabban nincsen, mármint a telefonban, de Tádám mondta, hogy egyébként ez egy működő funkció, és tudna működni, a telefon az tökéletesen megy. Ez egy nagyon-nagyon kedves kis dolog, ez nekem nagyon tetszik, hogy itt van ez a Nokia, és egyébként tényleg bármi pixel hiba nélkül, gyakorlatilag kopásmentesen itt van. Most már lassan 20 éve egyébként, tehát ugye 2003-as ez a példány. Ezek a nagyjából hihetetlen dolgok nekem így legalábbis mai szemmel nézve és a mai autóipart látva, de ettől függetlenül én egy kis párhuzamot fel tudok fedezni e között az autó közt és a között, ami akár ma is így technológiában történik az autóiparban. Tehát ez az autót a megjelenésekor szerintem kérdés nélkül a legmodernebb, leginkább technológiailag fejlett autó volt. Nem volt akkor ezen a szinten semmi más, és elég jól látszik az is, hogy ilyen szempontból nem öregedett jól. Igen, egyébként csomó extra, még ma is tök kellemes is, egyébként ebben az autóban minden működik is, tehát nem erre gondolok, hanem az, hogy ahogy megjelent, nem volt stabil. Ma ilyen szempontból kicsit úgy érzem, hogy megint itt tartunk, tehát rengeteg újdonság jelenik meg autókban, sokszor akár már olyan szinten is, ami nem biztos, hogy nagyon értelmes, vagy elsőre úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, és rengetegszer van, hogy nem működik a szoftver, lassú, lefagy, de az látszik, hogy amikor nagyon sok újdonság jön, azt főleg valahogy így az autóiparban nehéz tartósra megcsinálni. Egyszerűen ezek a dolgok az autókban nehezen működnek, elsőre legalábbis jól, viszont azt is azért hozzátenném, hogy ebben az autóban 350 ezer kilométer van, egyrészt a beltér nagyon rendben van. Persze a vezető ülésen is minimális kopás van, az anyós ülésen egy elég csúnya kopás is, illetve szakadás, az inkább valami miatt lehetett, az valami valószínűleg kiszakította, de a kormányon nyilván van fényesedés, kopás, de egyáltalán nem vállalhatatlan, nem ilyen Volkswagen csoportos soft touch gombok lekopva, semmi ilyesmi, tehát itt is váltó, előválasztó karja előtt ezek a kis rekeszek, amik úgy nyílnak még mindig szerintem, ahogy nagyjából újonnan is nyíltak, tehát ennyiben lehet, hogy ez a lesajnált S-osztály, a lesajnált Mercedes korszak, de azért ez még mindig úgy működik, ahogy annak nagy részt működnie kell, úgyhogy szerintem közben induljunk is el, és egyrészt hallgassunk bele a 6 hengeres dízelbe. Ez az OM 648 kódú sorhatos dízel, 3-2-es sorhatos dízel. Egyszerűen a sorhat dízelnek van egy olyan hangja, van egy olyan karaktere, amit nem sok másik dízelmotor tud. És ide lehet sorolni akár a V8-as dízeleket is. Ezt azért mondom, mert hogy az S-osztályban is volt ilyen opció a 220-asnál, ugye a 400 S400 CDI, közben most itt megfordulok, és ugye azt is tudjuk demonstrálni, hogy baromi jó a fordulóköre az autónak. Szóval a sorhatos dízel, illetve hát ez az OM 648 kódú motor, ez igazából az OM 613-as kódú Mercedes sorhatos motort váltotta, és az OM 613 a legendás OM 606 mellett, a legendás OM 606 Mercedes 3 literes dízel mellett az egyik legjobbnak tartott sorhatos dízel, az E-osztályban is használták a 613-at, illetve ezt a 648-at is. Először 197 lóerőt tudott, itt később pedig a ráncfelvárás után már a 648-ast használták, és ez 204 lóerőt tud. Nyilván rengeteg newtonméter nyomaték mellett bőven jól lehet közlekedni az autóval, tehát 60 km/h-ról ez egy nagyobb gázadás. Egyrészt szerintem kellemes hangja van, dízelmotorok közt nagyon-nagyon tisztességesen mozgatja szerintem az autót is. Arra, amire igazán egy S-osztály való, a tényleg bármilyen megerőltetést nélkülöző kényelmes hosszú távú utazáshoz, ez tökéletes. Ádám tapasztalata alapján is ilyen 6,5-7 literes átlagfogyasztást kényelmesen lehet hozni ezzel az autóval, úgy, hogy egyébként egy több mint 5 méteres hatalmas szedán, de azért itt
ehhez nagyon nagy rész szerintem az is hozzátartozik, hogy a 140-eshez képest itt nagyon fontos szempont volt, hogy ez egy sokkal-sokkal könnyebb és ilyen szempontból modernebb autó, nyilván rengeteg nagy szilárdságú anyagot használnak, és tényleg 2 tonna alatt tudott bőven maradni a 220-as. Nyilván motorváltozattól és felszereltségtől ez nagyon-nagyon függ, tehát egy V12-es jól felszerelt kivitel az egész biztosan sokkal nehezebb, mint egy ilyen sorhatos dízel. Itt szerintem ez a tömeg ez nagyon vállalható. Ez is biztos, hogy számít a fogyasztásban. Összességében ez egy jó motor, és lehet erre mondani, hogy ebbe a kategóriában nem a dízel, meg hát a V8 az mennyivel jobb, biztos egyébként élvezetesebb, kellemes a hangja. De hogyha valaki ma használni szeretne egy ilyen autót, akkor az egyik, ha nem a legjobb választás, a 3.2-es dízel. Óriási motorválaszték volt amúgy V6-ostól V12-es benzinesekig, talán soha nem volt ennyi opció S-osztálynál, de a legnépszerűbb variáns az 500-as V8-as volt, ebből 140 ezer darabot adtak el, összesen pedig 484 ezret a 220-asból, ezzel nagyjából 50 ezer darabbal meghaladva a 140-es S-osztályt. Hiába volt, tehát már újonnan is egy elég negatív megítélése ennek az autónak a puha vonalak is a megbízhatóság miatt, zárójelben amúgy a forma ennyiben szerintem egy kicsit hasonló az EQS Mercedeshez, mármint nem konkrétan hasonlít a két autó, de az EQS-nél is a fő szempont a hatékony áramvonalas forma volt, ahogy itt is, és mindkét autó eléggé semmilyen lett, főleg egy flagship termékhez képest, szóval hiába ezek mind, újonnan az eladások nem sikerültek rosszul. Használtam persze, már a helyzet teljesen más, nagyon hamar a lejtő aljára jutottak ezek az autók, és abba az ársávba kerültek, ahol elérhetőek lettek olyan vásárlók számára is, akik nem tudták üzemeltetni ezeket az autókat, így félelmetes mennyiségű leélt, leszakadt példányt lehet látni a mai napig 220-asokból, de ettől függetlenül ma már talán valamivel nagyobb eséllyel lehet kifogni értelmes darabokat, mint ez az autó is. Ádám a jelenlegi tulajdonosa persze nem kevés pénzért vásárolta, biztos, hogy a kínálat magasabb részéről inkább, de mondjuk amennyibe ez az autó kerül, nem hiszem, hogy a mai használt piacon egy 10-12 éves Skoda Octaviát mondjuk meg lehetne venni, vagy nagyjából azt lehetne talán ebből az összegből megvenni. Ahhoz képest nem ír ki hibakódot, nincs check engine, nincsen rajta rozsda, vagy legalábbis látható, de kerékjárati éveken küszöbökön ilyesmi tényleg nem látható. Összességében nem egy leszakadt esztétikai állapotban van, egyébként szerintem a színe is tök jó. Ez lehet, hogy kamerán keresztül feketének tűnik, de valójában ez egy ilyen sötétkékes, padlizsánszerű szín, főleg ezzel a kisebb 17-es kerékkel, így nem az az összhatás nekem, hogy egy ilyen leszakadt S-osztály. Vannak olyan elemei ennek az autónak, ami egy olyan fajta Mercedes-es finomság, ami nekem tényleg a 90-es, de még nem is a 90-es, inkább a 70-80-as évekbeli Mercedes-eket idézi akár. A kormányzása az annyira hiperkönnyű, ami lehet, hogy bizonyos szemszögből nem pozitív, de egy ilyen autónál szerintem igenis az, és ilyen nagyon lágy, az egész autó lágy, ez mer puha lenni. Nyilván ebből is volt ugye AMG kivitel is, V8-as kompresszoros kivitel is, V12-es kivitel is, azok persze már nem erről szólnak, de az alap S-osztály filozófia az nekem nagyrészt ilyen. Az egész autónak amellett, hogy puha, van egy ilyen nagy autós érzete, és hát nyilván az is, szóval ez nem csoda, de amellett, hogy egy nagy autónak érződik, mégsem abban az értelemben, hogy egy ilyen nagy tohonya autó. Tehát puha, nagyon könnyű a kormányzása, ilyen tényleg ilyen lágy az egész, de közben meg nem egy ilyen drabálisan nehéz is, széles is, és egy magyar úthálózaton túl nagynak érződő autó. Itt még a kipörgésgátló is határozottan dolgozott. És persze el lehet mondani, hogy a világ pénzét rákölti az ember, de ez tény, ez nem egy vita kérdése ilyen szempontból, viszont ha egy picit mélyebbre néz az ember, mivel rosszabb amúgy egy ilyen, mint bármilyen kortárs német prémium, hogy használjuk ezt az egyébként szörnyű kifejezést. A légrúgós rendszer az nyilván ott van, az egy plusz, ami azért nem sok kortárs autóban van, és
nyilván rengeteg modul, borzasztó bonyolult elektronika, viszont azért összességében egy több mint 20 éves technikáról beszélünk, amivel bőven van ismeret is, és ezeket összeadva nem tudnám azt mondani, hogy a világ hülyesége egy ilyen autót használni, vagy életben tartani, vagy ilyesmi. Az biztos, hogy ma már úgy kell erre tekinteni részben, mint egy hobbi autó. Tehát annál azért szerintem ez egy összetettebb dolog, így ennyi idősen, hogy akár ismeret, akár hozzáállás nélkül üljön az ember egy ilyenben, hogy ez mindig működni fog, és nem fog igényelni akár gyors, tudatos beavatkozást is, ilyesmi. Nem azt mondom, hogy ezt otthon kell bütykölgetni is, hogy ne lehetne egyébként akár napi használatban tartani, mert annyira megbízhatatlan lenne, nem erre gondolok, hanem egyszerűen kell hozzá szerintem az érdeklődés és a típus ismeret, mert anélkül nem lehet. Viszont azzal együtt, hogyha ez megvan az embernek, ez a kis affinitás vagy érdeklődés, akkor egy elképesztően kényelmes autója lehet, még mindig aránylag fillérekért. Nem azt mondom, hogy akkor most mindenki rohanjon ilyen autót venni, messze nem, racionálisan persze egy ilyen autó szinte indokolhatatlan, de mégis nekem egy igazán nagy kérdésem volt. Adja-e azt a plusz érzést, amit a legtöbb S-osztály tud, különlegesebbe, mint bármilyen 20 éves drága autó? Mert ha nem, akkor még a szív része is nehezen érthető, de az az igazság, hogy szerintem igen, adja azt a pluszt. Ennyi idősen, ennyi kilométerrel is, ahogy ez az autó fut, és amilyen finomsággal bizonyos elemei működnek, az kiemelkedő, és egy valamit nem szabad elfelejteni. Lehet, hogy ma a 220-as a félre sikerült S-osztálynak tűnik, de valójában ez az autó tette le a Mercedes technológiai alapját a következő évtizedre, az itt lévő fejlesztések is hibák tették, valószínűleg a következő autókat jobbá. Úgyhogy ezzel le is zárnám a videót, köszönöm szépen Ádámnak a lehetőséget, hogy kipróbálhattam az autóját, nektek nagyon köszönöm, hogyha megnéztétek idáig a videót, jövő héten a következő részben találkozunk, sziasztok!